Fú, hát nem is tudom, hol kezdem. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Ez nem a legújabb hajviseletem, ez a bánt miatt van így. Lent vagyok a Nagy Kunsági Öntöző főcsatornán. Derzsi Józseffel, hát aki a Nagy Kunsági és Facebook csoportban benne van, azt tudja, hogy kiről van szó. Meg Ádámmal. Józsi mondta, hogy támad délután. Úgyhogy én is lejöttem megnézni, hogy mit és hogy csinál. Hát már miközben a gáton voltam, első dobására beadott egy 6 kilós harcsát, küldte a videót. Arról sajnos nem készült videó, de az utána lévő nagyobbról, arról már készült. Hát pont én is egy halfogásban voltam, miközben kiabáltak a túlpartról, hogy megvan. Hát mondom, megvan, de hát ők nem azt mondták, hogy nekem megvan-e, hanem hogy nekik is megvan. Úgyhogy na mindegy, kicsit le is fagytam, amikor megláttam, nem láttam még ekkora halat, főleg nem ilyen csatornából. Hát ez a videó csak róla fog szólni jóformán. Na jó, meg van egy, nekem is egy kisebb halam, de hát ez eltörpül a dologba. Aztán miután ezt a videót megnéztétek, jobban mondva ezt a halat, ne nyomjátok ki, mert utána jön a valaha látott legnagyobb süllő fogás, amit élőben láttam halat, mármint ilyen süllőt, 5-6 kiló körüli. Eszméletlen. Na hát, nem dumálok tovább. Köszönöm, feliratkozol a csatornára, meg betetszik el a videót. Hát, jöjjön, aminek jönni kell. Jó, kifeküdtétek itt a helyet. Csá. Csé, szia, Szentély Attila. Nem ismertem. Bázisklubból? Ó, hát ha mikor volt, az már te jó ég. Tényleg, jó van már. Csá. Csá. Bázisklubból. Kicsit igen. Így jó. Kicsit megidősödtél. Mi a helyzet? Minden fassa. Hol a harcsa? Young Medi. Na mi volt? Lejöttük, meséld el. Jövünk lefele, még itt elsőnek. Kérdezi, már bedobta. Kérdezi, melyik oldalt szeretnél lenni? Mondom, jó, itt a bal. Azzal lenned a püff. Első dobásra. Hú, basszony. Kiugrott úgy a vízből, bazdagon. Tényleg? Húzta a féket. Van még itt hely valamerre? Gyere már. Nem úgy. Ne, jó, nem veszem el helyetet. Adjál. De van itt mellettetek ez az? Vagy? Bazdag, vágódjál befelé, azt tapos tehet. Ja, úgy szoktátok? Hát itt nincs senki. Ezeket mindet én taposom. Tényleg? Hát. Jó, nem tudom, bazdag. Hát. Úgy nézel rám, mintha itt nőttem volna fel. Én igen. Hát azt, na azt elhiszem. Ó, ez itt nagyon jó nekem. Ej. Nem akartam neked se nemet mondani, nem akartam Ádámnak se. Jó tetted. Most már akkor így vagyunk. Csak ne legyek egyedül, nem szeretek egyedül horgászni, félek a csukáktól. Hamarabb, mondtam, hogy jövök. Munkáz, dolgozni ki fog? Ez igaz. Az asszony. Ja? Ezt nem jön ki fog. Ez pont jó lesz. Indítónak pont jó lesz, majd ilyen intrónak. Dolgozni ki fog? Az asszony. Jaj, faszi. Lehet, a szájába dobtad halad, amilyen szerencséd van. Mert ugye húztam kettőt, azt belsőre már dúr. Abban, mint tudva bevágtam, azt ugat is ki a vízből. Az igen. Hopp, megvan. Első!
Nem tudom mi az, furán mozog. Na, süllő. Hoppáré. Na, hogy vigyelek ki. Akasztottatok valamit? Jó, megyek. Majd ott visszaengedlek. Kis süllő. Bázzak, ezt mindenki hozzam magammal, na mindegy, most már futok a süllővel. Jaj, ilyet se csináltam még. Süllőt, aha, nem bírtam jönni hamarabb. Jövök. Az igen. Megy a kamerát? Megy. Villog? Pirosan? Akkor nem látom. Aha. Aha, akkor megy. Az igen. Várjatok már ezzel meg, hagyj engedjem vissza. Megint te választott pályát látom. Mit? 20 feletti. Igen. Fáradtad. Na mi? Itt visszaengedem előtte, jó papi? Hátra még a hatod. Ó, így, vigyázz vele! Nehogy leüssön. Kineved már kész. Az igen, az igen. Gyönyörű. Megült. Hogy jót futottam, hallod? Azt mondod, jó, mondom, fogás, mi? Elindult arra, hogy nagy. Nem, azért szólt, hogy nehogy keresd a hándod rajta. Ja, nem. Tudjuk, hogy merre vagy. Üti. Harcsa. Aha, ez harcsa. Lát, botom, miért? Hogy látszódik? Nagyon jó. Ja, 1016 a légnyomás. Legjobb. Pontyokat is így fogtam a legtöbbet. Első kilónás láttad volna, bazdmeg. Igen? Hát bocsánat, de pont fogtam én is a süllőt. Nem, azon rögtön. Akkor mondom, megvan? Meg. Az egyszer csak így elment így. Hallod, megkönnyebbült a bot. Igen. Jött felé, aztán nyíl balra. Milyen fonottod van egyébként fent? Ez hanyas? Ez 14-es. 14-es fonott, aha. És a bot az meg az LMK-s 10-30-as? Így van. Aha. Meg egy Tika 40-es pergetőorsó. Tika 40-es pergetőorsó, jó. Hát szerintem minden technikai dolog megvett, légnyomás 1016, nagy kunsági öntöző főcsatorna, Marfűj és Török Szemlikrós közötti szakasz, igaz? Így van. Így van. Nagyon alakva. A jó gumi, hogy mondja a mester az izé? Nagy kunsági csatornán? Tudjátok, van ez a Derzsi srác, vagy a jó vezetőt, fogósali. Hány perce megy a fárasztás körülbelül? Nem tudom. 3-4? A lényeg, hogy kijöjjön Józsi. Nagyon jól dolgozik ez a bot, hallott 10-30 grammosan. Lukács Béla bátyám, hogy örülne neki? Ja. Na már itt van közelbe? Vagy megfordult? Megfordult. Jó, végül lehet nem harcsa ez baszat. Hát mi? Süllő? Á nem, hát az nem rúg ilyet vissza. Vagy visszarúg? Nem tudom, nem fogtam még ekkora süllőt, ami így húzza. Ezért élünk, horgászok, ezért. Az azt mondja, hogy megdolgozzanak. Így van, azt mondja, hogy megdolgozzanak. Beloptam, bazd meg. De előtte is volt már valami. Ah, volt. Én is bedobom, húzom, egyszer csak odaüt, mondom, mi ez, akadott, ír, megindult oldalra. Mondom, nyilván nem akadod, de hát közel sem ilyen dologról kell beszélni nálam a kis sülőnél. Jaj. Aha, már itt van közelbe. Na? Nem láttam pont. Paresz? Jó? A fele legyen igaz, amit láttam belőle. Csak a fele legyen igaz.
Big. Very big. Very big. Oh. Nem kell. Nem kell. Na ez kezes lesz, mi? Kettő se kell. Faszi. Itt kamera a kamerába. Hát igen. Lenyúltam, hogy cserélek másik cserélet, ez még már tőfült ütötte is neki. Az előző is első dobásra lett meg ez is? Aha. Na jó van. Gratulálok, hát köszi. Köszönöm szépen. Azt a mindenit neki. Ez nem kicsi, hallod? Ez bőven tízes, nem? Ja. De gyönyörű volt, ahogy feljött a feje. Oda emek, hogy se kír meg bele. Ide oldalra elmész? Aha. Ha, engedi. Hogy menjünk. Majd elfárad. Mit szoktál ilyenkor fárasztás közben? Mi a stratégia? Csak tartod, vagy... Tartom, hogy menj, a bot dolgozik úgyis. Aha. Tehát akkor nem tekered, meg nem csévéled, hanem semmi. Ő... Semmi. Jó, csak mondom, nem, mert tudod, aki még így nem nagyon fogott harcsát, aztán okulna ezekből a dolgokból, amit mondasz. Hát ez gyönyörű. Sajnos az elsőre nem értem ide, mert ugye dolgozok. Aztán, de a második az szerintem így rendben lesz. Ilyenkor leül, vagy mit csinál? Ha, le. És miért fordítod a botot oldalra? Hát, hogy megmozduljon. Ja, értem, aha. Nem félsz, hogy kéne a szájából? Á. Én félnék biztos be ezek, ezzel basztán. Nem a buhorék. Aha. Jó, van. Hát, ez elég nekem nem egyébként. Nem baj, én legalább most. És akkor így leszoktál ilyenkor ide lépni? Így van, beázunk. Annyit hát, mondjuk ezután már nekem is mindegy lenne, hogy beázok, vagy nem. Gyönyörű. 10-30-as bot, hallod, hogy csavarja ki a harcsát. Fárad már egyébként? Vagy könnyebben jön ilyenkor? Hát, vagy? Súlya. Maga súlya van ma. Aha. Leül, akkor már gond van. Ja. És ha leül a harcs, akkor mit szoktál csinálni? Megpedzed neki? Tényleg? Igen. Na, ez jó ötlet. Jaj. Azt a mindenit neki. Mekkora burvány nyomott. Azt a mindenit neki. Az big, very big lesz. Az még. Ilyen harcsák vannak a nagykunsági öntöző fősatornában. Az méretes pont. Igen. Főső határába. Milyen kocsik? Terepjáró. Terep? Range Rover. Hát 7 perce vagyok itt. Jó, szerintem már... egy 10 perce körül mehet a fárasztás, mert én fogtam úgy a süllőt, ahogy mentem le. Dobálhatok. Jó. Nyilvánvalóan nem. Ez valóban. Jó, hogy úgyis párba szép a harcs. Ez nagyon szép így. Jó. Párba szép, ne unatkozzon. Azt mondod? Nem unatkozzon a másik. Ha már pucolod, akkor ne egyet pucoljál. Merre mész? Beázol? Hát igen. Ha az ember tudná előre, hogy éhes lesz, akkor rendel kaját. Majd feljön, az lesz a legszebb. Igen? Figyelek végig. Veszem elejétől. Jó kis kemény bot, ezt hallod. Mi legyen a film címe? Derzsi harcsái? Hát hall, jó, hát azért nem értettem, mert nem nagyon hallottam. Megmondom őszintén, kicsit megörültem én is a halnak. Ott fogtad a izé helyen? Ott, mit tudom én, hol törtem magamnak. Ott a mezőtúr meg törtem. Ahol te nap fogtatok? Nem. Íj, de szép. Most tudom, honnan vegyem. Bárban szép az élet, Józsi, úgyhogy figyelj oda. Az ment
10 körül lesz. Az biztos. Gyönyörű harcsa. Jaj. Kemény. A Ragnarok egyszer onnan megindult, megkönnyebbült. Olyan, mintha... A feléd jött. Igen? Már rá van tekerőzve, úgy, de utána ezt mikor rátekőzik. Igen? Szokott kitekerőzni, azt... Kiakadni? Aha. Ja, már megkönnyebbül a szájába, igaz? Aha, hát már a teste izél. Feszül, tudod. Aha. Te elpattintja a damilt. Na nem fog ez most ilyen lenni. Ez már tiéd. Hallod. Ez nagyon szép. Első satsz hány centi lehet? Van nálam centi. Ó, bazdek, ki is van belőle akadva. Hát. Tényleg? Igen. Várj, akkor bemegyek, bazdek. Megpróbál megszáfolni. Segítesz? Ott hogy van? Összön akadva a zsinór, bazdek. Igen? Kitekerte magából mi? Segítsek lemenni? Ádám, nem itt jössz le? Maradja, teker. Benyúlok én. Nincs csak. De ezzel hamarabb elérhet. Ezt tudtam, amikor... Aha! De ezzel hamarabb elérnéd. Csak ezt fog megérni. Nem feszítem a zsinór. Nem, hogyha megmutat, akkor... Az igen. Na miénk? Az már tiéd. Az már tiéd. Az igen. Várjál, gumit! Jó? Kiakadt? Ki? Vagy nem tudom. Jó. Kiakadt? Azt a mindenit neki. Az akkor nagyon utolsó pillanatos. Gyere erre, papi! Az igen! Idei második big! Az igen! Az igen! Az igen! Ez a hírünk, gyerekek! Gyönyörű! Atya úristen! Elnessé, várj, gyere! Azt a mindenit neki! Gyönyörű, nagyon jó! Lőj már egyet adjányimbe! Rögtön dobom át, messengeren! De küldöm! Nem jó? Izé a két! Ja jó! Romlik! Várj, gyors! Azt a mindenit, nagyon szép! TikTok! Vízbe szerettem! Ó, bazd meg! Ott is kicsim! Rögtön indul a horgászat! De mi a TikTok, mikor? Oké! Hát nem semmi. Első dobás, első hala. Jó, mosolyog. Jó, szóljál, mosolyog. Mosolyog. Az igen. Oké. Gratulálok, faszi. Hú, becsuktad a szemed. Vagyek, újat. Vágya. Terüljön ki rendesen. Jó, mosolyog. Állj, arrébb még ott már. Látszottál. Na. Jó, most már. Jó. Hányan segítesz? Vagy alatt alatt? Fogom. Azt a mindenit neki. Halat. Halat, vigyel. Igen, ne foglalkozz, mert hozatok ruhát. De aztán? Aha. Ez így megérte. Azt a mindenit neki. Hány centi? Van nálatok centi? Igen, meg centi. Bot már nincs itt, úgyhogy nincs baj. Ó, már mozog a farka. Bemozdult. Mi van egyébként, hogyha nem érezgeted így egyébként, és úgy engeded vissza? Elveszem. Mit? Ahola? Ezt mondtam már, ó, már megy is. Hát... Ennyi kicsi. Gratulálok. Kösz. A fogós szép kaj. Volt. Köszönöm. Figyelj már, megint keresünk egy 100 méteres szakaszt, ahol esetleg találunk halat magunknak, vagy... Keresünk. Jó van, akkor menjünk arrébb egy 100 méterrel. Hú! Mosógépet úgy hagytam, attól lesz. De kinyitottam az ajtaját.
geci. Ekkora öröm ez még. Második digem. Le jó, hogy itt voltam. Hú, ja. A, örülök nektek. Baszki, és rácsavarodott a Damil teljesen. Itt volt neki, így szélén. Csak bele volt akadva már a zsinór. Egybe. Ez úgy, hogy mikor spanolunk, akkor is ezt tudod csinálni. Azért üti. Hát, hogy ütött a bozat, akkor nem bad. Csavarodik, ezt volt, úgy a krokodilt az. Ismerem minden mozdulatát, olyankor tartom lefele, hogy vissza kiúgja magát. Mikor fogtam a 11 kg 20-as csukát vissza, az is rácsavart magát, mint a szart. Hány kiló csukát? 11 kiló 20. Azt a kur... 7 centi. Mikor fogtad azt? Vigyázz! Nem hiszem el. Nagy sűrű, gyerekek! Micsoda? Mondtam, hogy olyan sűrű. Hát ezt nem hiszem el. Ezt úgy hívom fogós, mi? A fogós, megjön. Hát ezt nem hiszem el. Atya úristen, mekkora sűrű. Köszönöm. Nem nagy név. Derzs József nagykunságin. Atya úristen! Mekkora süllő... Na ne már, ha... Jézusom! És akkor... Nem kell. Azt a kurva. Gyors, fogd meg, légy szíves. Atya úristen! Na hát, én már ezt tényleg nem hiszem. Nem, hallod? De most komolyan mondom. Hát, imádlak titeket, hogy itt vagytok. Várjál, faszi. Várjál, segítek, faszi. Az kemény sülő. Ez nagyobb volt a másik sülő? Milyen volt a kapása? Hát finom, de azért... De ezért pöccögtetett, vagy odakoppantott? Odakoppantott. Az igen. Ugyanezzel a csalival, mint amit a harcsát fogtad. Két harcsa, meg egy szép sülő. Gyönyörű. Hát ez nagyon szép. Hány kilós lehet? 3, 4, 5? Hát olyan 5. 5? Nem fogtam még, nem tudom így megítélni, azért kérdezem. Gyönyörű. És megy is vissza. Ó, hát ez még... Mit gondolsz a mai napról? Két harcsa. Szerintem ezzel elmondtam mindent. Két harcsa, meg egy, meg egy kicsi süllő. Kicsi süllő. Gratulálok. Köszönöm. Nem ugyanolyan színű. Na, de hogy vezeted a csalit? Vagy mi a stratégia? Már csak most ugyanúgy csinálod a harcsára, mint a süllőre? Ugyanaz volt a stratégia? Így van, 10 g-os fej, meg az a lényeg, hogy a 10 g az agresszívan mozgassa a gumihalat. Aha. Jó, sokkal jobb, mint hogyha 8 g lenne, az kurvára le van lassulva. Aha. Érted? Agresszív, és hát akkor... nagyon essen rendesen lefele. Így van. Ez is izére jött, mikor már beesőre jött. Aha. A sülő is, meg a harcsa is. Tiszta sor. Ja. Mi a tanácsod azoknak, akik végignézték ezt a videót? Még van esély. A horgászoknak, akik most irigykednek, jó szándékból. Nem szabad. Na, jó szándékból szabad. Kint kell lenni, ütni kell a vizet, nincs mese. Ennyi. Aztán kell egy jó fogós csali is, nem? Igen, a fogós csali. Semmi titok nincs ebbe, hallod? Ennyi. Ez nem egy drága csali. Nem. Meg a vezetésen múlik. Ezt már sok mindenkinek mondtam, a vezetés az a lényeg. Érezni kell a gumit. Nincs mese. Az már biztos, hogy már szomjas vagyok, mint az állat.